A telefonnál Gégény István, a Szemlélek blog alapító szerkesztője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, üdvözlöm Önt és a hallgatókat is! Az Ön blogján jelent meg ma délelőtt egy interjú Osztie Zoltán plébánossal, aki korábban a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének vezetője volt, és aki most hétvégén szombaton tervezett egy emlékmisét bemutatni Horthy Miklós kormányzó halálának évfordulójához kapcsolva. Mint tudjuk, erről egy kisebb botrány, vagy emiatt egy kisebb botrány alakult ki az országban, mert ez a nap egybeesik az auschwitzi haláltábor felszabadításának évfordulójával, és sokan úgy gondolták, hogy meglehetősen szerencsétlen ezt a két eseményt összekapcsolni. Horthy Miklósnak volt köze az auschwitzi deportálásokhoz, és ha valaki meg akar róla emlékezni, talán ne ezen a napon tegye. Osztie Zoltán reggel itt a Klubrádióban nyilatkozott a műsorunknak, és azt mondta, hogy igen, érti az ellenérzéseket, és nem tudott arról, amikor ezt tervezték, hogy ez a két dátum egybeesik, amit nagyon sajnál, antiszemitizmus nincs benne, ártatlan áldozatoknak tartja természetesen az Auschwitzban meghalt magyar zsidókat, de az emlékmisét megtartják. Ehhez képest 2-3 órával később kiderült, hogy mégsem. Miért? Mit tud róla? Hát én azt gondolom az egész történetről, ugye nem is csak ma reggel kezdődött, hanem most már néhány napja zajlik a médiában, és többször megszólalt Osztie Zoltán is a témában, hogy fokozatosan azt vették észre a szervezők, és gyakorlatilag a miséről való lemondást, tehát hogy nem tartják meg ezt az emlékmisét, vagy ezt a misét, amit megemlékeznének a Horthy Miklósról is. Ezt egy belátási folyamat végeredményének látom, hogy hiba volt nem körültekintően eljárni a szervezéssel. Ugye nekünk a Szemlélek értékmagazinnak adott interjúban is megerősítette Osztie Zoltán azt, amit önnek elmondott, hogy semmilyen olyan szándék nem volt a szervezőkben, ami az Auschwitz felszabadításához kapcsolódó emléknap és a Horthy Miklós személye és tevékenysége között bármiféle párhuzamot vont volna, és azt gondolom, hogy az egyházi vezetés az felismerte, hogy az a szándék, amivel ők eredetileg megszervezték volna, és ugye évek óta, akkor már évtizedes visszamenőleg időszakban megszervezik ezt a szentmisét, és vagy akár csak imádságot. Ez most egy nagyon rossz üzenetet hordozna, és azért elálltak tőle. Tehát én ezt egy bölcs belátásnak gondolom. Az, hogy mi történt reggel és délelőtt óta, én a saját részemben azt tudom elmondani, hogy a szándékunktól, az én szándékomtól független az, hogy pont nálunk jelentette be ezt Osztie Zoltán. Tehát én tegnap este kaptam elég sok jelzést, hogy mi a Szemlélek igenis foglalkozunk a témával, mert nagyon felháborító az, hogy ebben nincs igazán tiszta megszólalás, és én úgy éreztem, hogy nekünk nem véleménycikket kell most írni, hanem valakit a legaktuálisabb személyek közül megszólaltatni. Megszólaltattuk Osztie Zoltánt. Nem gondolja azt, igen, nem gondolja azt, hogy miközben nyilvánvaló, és én is így gondolom, hogy semmiféle olyan szándék nem volt, hogy ezt a két eseményt szándékosan összehozzák, és valahogy így üzenjenek, ez biztos, hogy lehetetlen, ezt fel se tételezném senkiről. De amikor kiderült, hogy mégiscsak egybeesik ezzel az auschwitzi évfordulóval, hogy akkor se a plébános, sem az emlékmise mellé a rendezvényre meghívott, felkért előadók, Boros Péter volt miniszterelnök, Lezsák Sándor a parlament alelnök, Szakály Sándor a Veritas történetkutató főigazgatója, egyikük se érezte azt, hogy ez tarthatatlan, vagyis 5 percen belül, vagy legkésőbb 1 órán belül bocsánatot kérve lemondják a rendezvényt, sőt, tegnap este még Boros is, Lezsák is azt mondta, hogy hát felszólal, mint ahogy ma reggel Osztie Zoltán is azt mondta, hogy megtartják. Ezt az érzéketlenséget nem tudom mire vélni. Ön tudja, vagy tudja a magyarázatát ennek?
Hát ugye én nem voltam benne a szervezésben, én távol is élek Budapesttől, tehát hogy személyes kontaktusban nem állok egyik szereplővel sem. Engem, ha most így felsoroltad neveket, én nem tudom pontosan megmondani, hogy melyik őjük nyilatkozta azt a megemlékezésen beszédet tartani tervezett személyek közül, de az számomra állampolgárként nagyon bántó volt, hogy valaki azt nyilatkozta, hogy tudja, hogy hibát követel, vállalja is ezt a feleséget, de már pedig ő ezt a hibát elvégezte. Boros Péter volt, igen. Ez most az egyháztól mindentől távol téve, számomra ez egy nehezebb... Nem gondoltam, hogy ön tudja, hogy pontosan a szervezésben mi történt, vagy mi nem, hanem hogy talán ismeri a gondolkodásmódot jobban, mint én, közelebb van hozzá. Én azt szeretem volna ezzel kapcsolatban mondani, tehát egyrészt volt egy nagyon negatív érzésem az egész történettel kapcsolatban, ahol egy ilyen nyilatkozat az egész kontextusban megállhatja a helyét. Ezek után hogy tartanak olyan emlékmisét és megemlékezést, ahol mondjuk valami pozitívumot akarnak üzenni egy ilyen előszél után. No, de szokták ezt mondani, és ez nem mentség, inkább csak a gyakorlatra szeretnék rámutatni, hogy az Isten malmai lassan örülnek, az egyháznak egy nagy hajója van, ami lassan fordul. Én azt gondolom, hogy az elmúlt napokban igenis attól függetlenül, hogy a sajtónak ki mit nyilatkozott, egyházon belül elindulhatott, mert ilyen esetekben, hogyha erős média visszhang van, akkor elindul egyfajta belső diskurzus, hogy most mi lenne a helyes döntés, megtartani mégis, visszalépni, nem visszalépni. Úgy tudom, hogy volt egy köztes állapot is, hogy esetleg a megemlékezést nem megtartani, de a misét igen, mert hát szemmisét bárkért be lehet mutatni, és aztán mikor már az interjú készült, valószínűleg itt a Klubrádió és a Szemlélek interjújának a megtörténtek között születhetett meg az a döntés, hogy a misét sem tartják meg. Én összességében nem is a múltra szeretnék most fókuszálni, hanem azt látom, hogy nyilván én egy civil, laikus ember vagyok, attól még egy katolikus keresztény ember. Nyilván én egymagam, meg mi média szakemberek gyorsan, hamar hozunk döntéseket, prompt módon kommunikálunk. Az egyház nagyon le van szerintem maradva a gyors reakcióban. És én azt látom, hogy ahhoz képest amennyire tudunk negatív példát felhozni arra, hogy csak azért sem változtattak meg mondjuk a közelmúltban döntéseket, hogy érezhető volt mondjuk az ellenérzés, tudnánk erre azt hiszem mind a ketten az elmúlt évekből példát mondani. A mostani esetnek a végkicsengése számomra az, hogy igenis végül is meghallották az egyház részéről a szervezők azt a visszajelzést, kvázi részjelzést, amit a társadalom küldött a szervezők felé. Megtörtént egy belátás, és a belátás kapcsán nem csak pozitív döntést hoztak, hanem amit az Osztia Zoltán nekünk nyilatkozott, hogy Heiszer András először is fogja venni a kapcsolatot, mert ugye én azt vetettem föl neki, hogy ha már ennyi sok minden asztalra került, rengeteg publicisztika, véleménycikk kioszta a részleteit ennek a témának, akkor nem lehetne ezt az egészet pozitívan megközelíteni, és ha itt tényleg sebek, fájdalmak vannak, akkor azokat gyógyítani, és ő megköszönte ezt, és azt mondta, hogy rajta lesz, föl is hívja, szerintem azóta föl is hívta Heiszer Andrást, és bízom benne, hogy egy szerencsétlen, oda nem figyelő szervezésből a végeredményben valami pozitívum sülhet ki. Igen, értem. Bízunk benne, hogy fejezze csak be nyugodtan. Nem, én azt látom, hogy bennem is van egy türelmetlenség. Az egyházi kommunikáció sokszor zömöksége, nehezen belátó képessége kapcsán, ezt mi is tapasztaljuk hívek, tehát hogy nem csak a társadalom, hanem mi egyszerű hívek is úgy érezzük, hogy lehetne az egész olajozottabb, bölcsebb, gördülékenyebb. Én a mostani esetet tényleg összességében egy kicsit madártávlatból nézve egy jó jelnek tartom abba az irányba, hogy jó, legyünk pozitívak, rendben. De tényleg, én is sok minden negatívat tudnék mondani, és én is tudnám azt mondani, hogy vannak ennek a történetek akár, ha úgy nézzük, felháborító, bosszantó részletei, de én azt gondolom, hogy... A visszalépés mindenképpen pozitív, tehát ezen sincs mit vitatkozni. Na igen, de azért ez nem evidens. Tehát az, hogy ez megtörtént, ez szerintem egy jelnek kéne legyen azok számára is, akiket tényleg megbántott ez az együttállás, egybeesés, és tényleg fogadjuk el azt, hogy nem volt benne szándékosság, azok azt is fedezzék fel azt az üzenetet, hogy annak ellenére, hogy egy zömök,
lassan mozduló, lassan reagáló nagy mamut szervezetről van szó. Ez a nagy mamut szervezet most képes volt viszonylag hamar, néhány napon belül olyan belátást hozni, ami szerintem mindenkinek az örömét szolgálja. Én azt feltételezem, nem tudom, mert nem olvastam még erre vonatkozó híreket, azt feltételezem, hogy akkor a tüntetés sem fogják megtartani. Na, gondoljuk azt, hogy gondolja, hogy ez csak az egyház, vagy az egyház vezetőinek megfontolása, lassú végiggondolása és döntése volt, mert ma érdekes módon megnyilatkozott a kormány egyik államtitkára, Latorcai Csaba, méghozzá a Dohány utcai zsinagóga sírkertjében egy kiállítás megnyitóján mondott beszédet, és ott közölte, elvileg nem tartozik oda, hát persze félig igen, mert az auschwitzi emléknap, ez mégiscsak összehozta ezt a dolgot, és akkor idézem őt, hogy közölte, hogy nem tartják meg a Horthy emlékmisét, ez akkor már nem volt hír, hiszen Osztia Zoltán bejelentette január 27-én, de, és akkor idézem, jól lehet több mint 20 esztendeje január végén és február elején Horthy Miklósért szentmisét mutatnak be, most a holokauszt nemzetközi emléknapja alkalmából ez a hagyomány megszakad. Ez akár tényszerű bejelentésnek is érthető, de egyfelől az államtitkár beleszól abba, ami formálisan nem a kormány ügye, ez nekem szöget üt a fejembe. Másrészt van ennek azért egy kicsit olyan kicsengése, hogy itt volt ez a mi szép hagyományunk, és akkor a holokauszt nemzetközi emléknapi alkalmából ez a hagyomány megszakad. Nem, szóval valahogy azt érzem, mintha nem csak az egyházi vezetés döntött volna bizonyos megfontolás után, hanem akár valamilyen más dolgok is szerepet játszottak ebben. Önnek sincs, gondolom, közvetlen tudomása erről, de úgy általában vannak ilyen kapcsolatok egy-egy döntés meghozatalánál, ami kényesnek látszik? Én azt gondolom, hogy akár erre a konkrét témára vagy eseményre vonatkoztatva is, ugye itt, ami kiéleződött, ez a zsidó-keresztény közeledés, mondhatnám, hogy barátság került veszélybe gyakorlatilag, mert úgy állítodott szembe, hogy a Keresztény Értelmiségi Szövetsége volt elnöke, és ennek a KÉSZ nevű szervezetnek az egyik helyi csoportja, az egy olyan programot szervez, ami nagyon bántó a zsidók számára. És ez innentől kezdve már nem csupán De azt gondolom, hogy nem csak zsidó és keresztény ügy ez, hiszen nem csak a zsidók számára kell, hogy bántó legyen, hanem minden tisztességesen érző ember számára, hogy ez a kettő még szerencsétlen, véletlen folytán sem kapcsolható össze. De erre akartam kívülni, hogy ez már nem egyszerűen egy vallási téma, hogy itt két, hogy úgy mondjam, ugye itt hitben idősebb testvéreinknek szoktuk nevezni keresztényként a zsidó testvéreinket, a választók még tagjait, de ez már egy olyan társadalmi feszültséghez vezetett, aminél én el tudom képzelni azt, hogy egy igen nagy szintű egyeztetést követően született meg ez a döntés. Azt tudni vélem, hogy nem Osztia Zoltán saját döntése volt. Tehát ugye azért is szerepel így az interjúban, hogy egyházi vezetői szinten született meg az a döntés, hogy ezt a misét nem tartják meg. Én összességében nem akarok találgatni, mert amit a Latorcai államtitkár úrnak a szavaitől idézett, azok nem utalnak arra, hogy még csak akár azt mondta volna, hogy mi úgy döntöttünk, tudnélik a kormány, hanem valóban megismételte azokat, amik a Szemléletblog interjújában elhangzottak, és azóta már gyakorlatilag minden média felületet körbejártak. Én összességében azt látom, hogy akármennyire is nem ismerjük a döntésnek a pontos hátterét, ez a döntés, ez igenis előremutató. Akik ezt meghozták, azt gondolom, hogy tényleg mérlegelték azt, hogy mit tesznek kockára, és érdemes-e három beszédért és egy vitatott feszült eseményért feláldozni azt, hogy fenntartsák ezt a nagyon kellemetlen és nagyon kiélezett társadalmi feszültséget. Én azt remélem egyébként, hogy ez a történet olyan értelemben nem ért véget, hogyha már felszínre került ez a probléma és polémia, akkor egyrészt
az ilyen döntések meghozataláról is beszélgethetünk a továbbiakban. Másrészt talán, ahogy azt már olvasom sokfelé, Horthy Miklós nem egészen tisztázott és sokféleképpen értelmezett, avagy vitatott tevékenységében is születhet konszenzus, mert sokakban egyáltalán fölmerülhet, hogy miért mutatnak be évek, évtizedek óta szentmisét katolikusok Horthy Miklósért. Hát igen. Valaki válaszolja már meg ezt a kérdést, mert én sem tudom. Tehát, hogy sok olyan megpróbálom Szakál Sándortól megkérdezni. Igaz, hogy próbáltam már két napja is, amikor kiderült, hogy ő is beszélne, de akkor nem akart, hát ha utána. És akkor megtudjuk egy történésztől, hogy miért. Én abban bízakodom, hogy újságíróként tegyük meg a dolgunkat. Én is ebben, ennek jegyében hívtam fel Osztia Zoltánt, és a társadalom tagja is mindenki folytassa a párbeszédet. Az nagyon fontos, és ebben azért egyet tudok érteni Osztia Zoltánnal mindenféleképpen, hogy vannak olyan sebek bennünk, akár személyesen, akár társadalmilag, amelyek ez az előbb lövök, aztán kérdezek reakciót váltják ki. Hogy értelmesen, normálisan, békésen beszélni kell erről is, a történelemről és személyiségekről. Ez így van. Köszönöm szépen. Én elbátorítom a kedves hallgatókat. Köszönöm szépen. Köszönöm Gégény Istvánnak, a Szemlélek blog alapító szerkesztőjének. Viszont hallásra.